A hagyományápoló rendezvényen kézművesek mutatták be portékáikat, néhányan pedig beneveztek a kocsonya főző versenyre is. A faluházban tartott eseményen az érdeklődők kipróbálhatták a szövést, a fonást, az adventi koszorúkészítést, köthettek seprőt, fonhattak kosarat és karácsonyi dísztárgyakat is készíthettek. Horváth Daniella kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készített kopogtatókat és dísztárgyakat, kislánya Henrietta is segített neki. Fűzfaágból, narancsból, citromból, almából és fenyőágból. Teljesen apró költségű kis sajtódísz. Anya kivágta, és én díszítettem. És akkor hova fogod ezt a kis csizmát majd rakni? A fal alá. A kézművesek foglalkoztak is az érdeklődőkkel. Buza Réka a tótfalusi Zsoldos Rózsától alig egy órával korábban leste el a kézi szövés alapismereteit, már is készített egy ajándékot. Máma, megyek majd a névnapra, és akkor oda szeretném menni. A rendezvény alapvető célja a hagyományápolás, ezért jó volt látni, hogy a gyerekek milyen szép számban érdeklődtek a régi mesterségek iránt. Az egész rendezvénynek tulajdonképpen ez a célja, hogy a kisiparosok, kézművesek elhozzák a termékeiket, készítsék itt a helyiségét színen, és az érdeklődőknek bemutatják. Tehát bemutassák az érdeklődőknek, úgy a gyerekeknek, mint a felnőtteknek. A rendezvényen a házigazdák frissen sült lángossal és teával, majd délben a Művelődési Egyesület hölgytagjai által tegnap készített kocsonyával kedveskedtek a résztvevőknek és a vendégeknek.